Jetzt beginnen wir die Stunde mit einer kleinen Geschichte über die Eiskönigin. Es war einmal... És így történt, hogy egyszer a Fráter történetében Marian néni, most hívjuk csak Maricsújnak, a saját mesének a főhősévé változott, ahol az iskolát jégpalotájává alakította, a tanárokat hipnotizálta, és a gyerekek jó világának véget vetett, ahol mindenki rettegett, fázott, és senkit sem engedtek ki a mosdóba az órákon. Ahol a felrajzórákon atlaszt használunk. Atlasz terül! Akkor felelés lesz! Milyen Németország éghajlata? Ahol Zoli bácsi szerint is sport a tánc. Tanzen, tanzen, om tanzen. Hát de tanár, nem úgy volt, hogy a tánc az nem is sport. Csönd legyen, mert akkor ez már egy filmek volt, az le. Oh, nein! Ahol nincsenek angol, francia és olasz órák, hiszen valami rejtélyesokból kifolyólag az összes ilyen szakos tanár eltűnt. Ahol minden magyar órán Goethe, Faust a téma. Goethe, Goethe, Goethe! Goethe, 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 Goethe! Mindenki elővesz egy papírt, rökkolkozat Goethe-ből! Ötödikben, tanárok! Ötödikben? Csak kín az élet, szörnyű börtönöm. Ez is Goethe! Öcsi! A bolond súg, a bölcs, szaval. Segítenetekkel újabb két talált hipnotizált Maricsui. Ne olyan hangosan, a végén még meghallja. De vajon van megoldás? Figyeljetek, ez így nem okés. Maricsui átvette az irányítást az iskola felett, és hipnotizálja a tanárokat. Ja, és azóta mindenki fuldoklik a németbe. És ne felejtsük el, hogy tudjuk ki, befagyasztotta a fűtés diszkóval, megfagyunk. Meg akarjátok menteni a sulit? Igen, de nem tudjuk, hogy hogy... Én segíthetek nektek. Át airdropolom nektek a koordinátákat. Menjetek erre a címre, ott segítenek nektek. Tudjátok, van ott egy ismerősöm. Őt nem hipnotizálták? Ő nem csak egy legenda? De én is kérek cserébe valamit. Egy csúcs szuper ampermérőt. Megoldható. És az osztálylányai elindultak a rejtélyes cím. Állj! Miteket küldök itt a néni? Igen, azt mondta, hogy itt van a menekültet. De mi ez a helyzet? És kivel kell? I'm just kidding. Ez itt a Mogyó Dojo Kaszabics. De nem hiányzik véletlen a beachből a nyár is a meleg? Amint beléptek itt a kapun, egyből átlépünk a nyárba. Gyertek fel! Most kiválaszthatjátok a vezetőtöket. Ezen a választi? Huki! Kossz! Sutyi! Pass! A vörös! Pass! Mr. Anaboli! Pass!
Bocsáss meg! Csongi bongi. A few moments later. Mi lenne a küldetés, hölgyek? Tudjuk ki, elfoglalta az iskola. Ki volt, de most? Mester, tudsz nekünk segíteni? Nem. Kvicceltem? Na, mondjátok, hogy mi történt? Az úgy volt. A bisányai mindent elmondtak Csongornak, aki előállt a tervvel. Első lépés, az elvezet. Üdvözöllek titeket a konyhámban, most elkészítem. Ha mindenkit visszaváltoztatom szél, mond, nem is kell más, mint a bícs vizet. Egy kis hibiszkusz. Serő, nem árt. Ja, igen. Sem is készült. Beletöltöm egy speciális adagoló készülékbe. Ja, el is készült. Mert. Második lépés. Kételkedsz magadban? Igen. Az Úr azt mondja, hogy ne félj, én megváltottalak. Tessék itt egy dicsértessék. Hidd meg, a hozzávalókkal ne foglalkozz, és majd meglátod a hatását, az Úr legyen veled. Beyond the sound. Rendben, szétválunk, vörös, tétek felsőmmel. Cseszke, tétek az aula és a büfé térségét. Kivel emlőzött, hogy az alsó szintet szétsüljük át. Meg is az állítélet meg a nővérek házba. Az túl veszélyes a tegyetlen. Hol nincs csütörünk. Menjünk! Hello, hello, hello! My number is Patrick, it's a tutor call. Woohoo! Very cut, my friend, Benjamin. Make sick! Who's Benjamin? És a bírs fiai, és a lányai elkezdték visszaváltoztatni a tanárokat.
nem kell tovább félni. Elengedték a fogságban lévőket. Grazie mille. Thank you so much. Grazie. Thank you. But who are you? Ma chi siete voi? Pit? A 11 Beach. Állj, Némán! Az ingatag tömeg, hová az ársodorja, arra megy. Ez is Günther. Itt van a nyár, itt van újra. Szép, mint mindig éneken. A fősz! Most nem ez a lényeg, most nyár lesz. Egy! Csak egy legény van talpon a vidéken. Meddig a szem ellát? Puszta, földön, égen. Ez már nem Goethe. És minden visszaállított a parányos kerékvágon. Srác, kicsit Maricsúj! Mindenkinek van még az ellenszerve? Igen! Még van egy ötletem, hogy hol lehet. Vigyázzatok, itt van! Mindeközben Maricsúj. Legyen hú, még sose volt hasonló. Legyen hú. Glaubst du wirklich, dass du mich vernichten kannst? Azt majd meglátjuk. Minden rendben, tanárnő? Mi történt? Most már minden rendben, tanárnő. Itt a beach. Jaj, de jó! És így mentette meg a sulit a 11 beach. Legyünk egy beach. A beach buli. Szevasztok srácok, a Rákóczi Feri vagyok, úgy esik a nap. Az, hogy amikor én sulis voltam, akkor még nem volt ilyen mindenféle szavazás, meg hogy ki a legmenőbb a suliban, de azon gondolkodtam, hogy mondjuk most lenne, akkor én csak a 11 Beach-re szavaznék. Érted, mert a 11 Beach jó, a 11 Beach menő, ilyen, mint a Beach. A Beach ott van egyébként, én meg itt, 11 Beach, hajrá! Na szervusztok, fráteres diákok! Tudom, a nyári szünet jobb volt. Nekem is. De van itt ez az igazgató választás, és mint köztudott, én szeretem az igazgatót, a vezéreket. Ezért innen a Grand Hotel parkolójából, a Margit szigetről, ott kérjek már meg mindenkit, és titeket is, hogy szavazzatok már a 11 Beach-re, jó? Csongorra, oké? Okay? Ő lesz a vezér, ő lesz a díj, ő lesz az igazgató. El lesz intézve minden, és rendben lesz minden. A győzelmi estén pedig lehet, hogy én is ott leszek. Na, sok sikert! Még nem végeztünk.